Ó, hogy tegyen belétta. Szeretnék mindenkit újra üdvözölni itt a csatornán. Az a lényeg, hogy még mielőtt elkezdeném, hogy mi lesz ebbe a mai videóba, mindenekelőtt szeretném mindenkinek megköszönni, aki felköszöntött a születésnapomra augusztus 20-án. Nagyon sok üzenet érkezett, nagyon sokan írtatok e-mailt, Instagramon privát üzeneteket, a sztorira hozzászólásteg, a kép alá, komolyan mondom, nagyon jó esik, nagyon jó fejek vagytok. Így 25 évesen már tök más az embernek az értékrendje. Régen emlékszem, mindig vártam a születésnapomat, hogy hú, mikor, milyen új alkatrészt kapok a biciklimre, vagy mit, akármi, mindegy, mi. Most viszont sokkal többet számít, most már így rájöttem, hogy sokkal többet számít az, hogyha valakinek eszébe jutsz és gondol rád és ír, mert sokkal jobban feltölt, hogy valakinek eszébe jutsz. Ez egy tök jó dolog, és tök örülök neki, hogy ennyi ember gondolt rám. Ezt szeretném nagyon megköszönni, mert elég nehéz így mindenkinek egyesével válaszolni, rajta vagyok, most is épp azt csinálom, de elég nehéz. Szóval ez lett volna az első, és akkor lássuk. Szóval, hát eljutottunk a 10. webizódhoz, azt fogjuk ma fölvenni. Ennek a témája pedig, hát a szülinapom, vagy hát a szülinapunk, most már így mondhatom, ugyanis augusztus 22-e van, és az egyik kisrácnak, aki rendszeresen benne szokott lenni a videóimba, hát ismeritek, a Boldy Greed, CZI, őról lenne szó, most lett 14 éves, pontosan a mai nap, kedden, és általában ezt még ti nem tudjátok, de nálunk ez így a crewba, így a Győri crewba egy ilyen bevett szokás, hogy augusztus 20-án általában mindig van egy ilyen közös szülinapi szes, amit így mi szoktunk megtartani, ez az én szülinapom, együtt megünnepeljük, elmegyünk, biciklizünk, egész nap kívüljünk a pályán, utána meg este bemegyünk a városba, aztán az úgyis cenzúrázom, hogyha esetleg lesz felvétel, na mindegy, nem is ez a lényeg, és csak mivel most már mindenki idősebb, mindenkinek barátnője van, dolgozik, így már elég nehezen tudjuk úgy összeegyeztetni a dolgokat, hogy mindig mindenki rájön augusztus 20-án, de mivel ez most augusztus 20-án se jött össze, ezért az a terv, hogy ugye ma, már a keddi napra szerveztünk a Taylorlandre ki a Connyhoz a pályára egy ilyen közös szülinapi szest, ahol összevontuk a Boldy születésnapját meg az én születésnapomat, úgyhogy most már el is késtem amúgy, sajnos, de most pakolok össze és megyek ki a pályára, szóval a 10. webizódban ez lesz, találkozunk a Taylorlandre, srácok. Hát kiértünk a Taylorlandre, most kiértem, Connyh már addigra itt volt, szokás szerint. Cső! Sziasztok! Na? Mi történt itt? Hát, a kis táska szülinapi ajándéka. Connyh kitalálta, hogy lepjük meg a Boldyt egy új bukóval, mert nem a hoki bukója volt, nem rózsaszín, meg ilyenek. Aztán már egy felnőtt férfi, 15 éves, nem volt rózsaszín mintás sisakot, úgyhogy Connyh tökéletes matricázás tudásával szerintem nagyon bomba lett, úgyhogy most az a terv, hogy kitaláljuk, hogy hogyan fogjuk vele meglepni, mert hát azért mi nem olyan gyerekek vagyunk, akik csak így odaadják, aztán örüljen neki, hanem azért ezt azért ki kell találni, úgyhogy most várjuk a Boldyt, aztán amint megjön, valahogyan megtréfáljuk, aztán odaadjuk neki az ajándékot, remélem örülni fog neki, de szerintem nagyon bomba lett, úgyhogy nem? Tökéletes, rohadt jól néz. Nincs más választás, örülnie kell. Vagy örül neki, vagy örül neki, ennyi. Boldog szülinapot te. Anyás, kösz. De adom. Negyed évszázad, tetya. Kösz égetszer, bro. Na mennyi? Hát te égő égetsz. Mekkora égő, nincs neted? De van. Csak. Csak? Csak. Szóval várj. Csak neted. Előbb megnézem. Na mindegy. De már. A lényeg. Több lett neki, mint 711, úgyhogy szeretné nektek megköszönni, hogy segítetetek neki. 1023, tesó. Egy pommos költött be Tóth Ricsi. Úgyhogy... Ja nem, Marci de, végés. Amúgy csak mondom, hogy ezt el kell mondani, hogy mit fogsz kívánni a csajtól. Megkövesselek én videóba? Persze, videóban, majd valamelyik webizód be kell, hogy mond. Jó. Úgyhogy ja, adom. Tessi, hogy lejelted ezt a sisakot? Amúgy ja. Jó, de hát nem megvan tök sok ideje. Másfél éve. Adni. Leveszed? Nehéz. Veszem is. Várjál. Nagyon szarul néz ki ez a sisak. Meg alapban egy ilyen rózsaszín ember. Nagyon raj. Ember, ez egy rózsaszín fajlatos sisak. 15 évesen már nem hordhatsz ilyet.
Nézd meg, Kani de Gagyi. Lehet, hogy tegnap még feltettem volna. Hát akkor meg érdem. Védesz rendesen? Úristen de Gagyi, te. Hát ez nem? Cím, nem? Nem baj. Hát... Lejtettem. Nem tudom. Tesó! Isten éltessen! Kanival közös ajándék! Kösz! Boldog szói napot, bro! Kösz! Boldog szói napot! Nézzek! Ajás! Kösz! Na, durrans fel, lássuk! Sapkát. A sapkát azért... Ú, de férfias te! Egy 15 éves férfi! Kösz! Örülsz neki? Aha. Na, adom, mut a hátul adni! De raj! Jó! Jó ötlet volt! Mindjárt leszakad a lábfejem, bassza! Mi van, Cérroni, visszahoztad? Nem lett kopott a bárkotapás. Szava tessikém, boldog születésnapot. Ez az estét azért... Bekeverős. Köszönöm szépen. De én csak most jön az absolute best one. Megkérem a kezed. Na ne kamulsz. Várj, izgulok, már lerakom a telómat. Lambo kulcs. Na, az. Na várj. 3, 2... Abszolút, hát, legjobb ajándék, esküszöm. És... Boldi. Tudunk akkor is jönni, ha nincs itthon. Hú, ezt fel is rakom. Hát, ez a két ajándék 5 éve érik. Ez a két ajándék. Hát, az 10. 10. Ó, hülye. Rá is fogom rakni szépen. Na! Akkor most ugyanitt hirdetés, privát session-ok a rendben. Amikor nem vagyok, amikor nem? Amikor a Kori nincs. Úristen, hald ez. Hát ennek... Már annyira meguntam, hogy mindig elkérett tőlem, mondom inkább. Hallod, de... Fú. És ez... Ú, de szétadom. Amúgy megint meg kell csinálva a láncolat, úgyhogy... Hallod, az új bicóm az simán már van mondtam. Hát, köszönöm, ezek abszolút nagyon jó ajándékok. Ezek ugye este azért eldurrantjuk. Kezdőszett. Ez a legyen 25 éves kezdőszett, kulcs a pályához, láncbontó, vodka. Ez kurva jó, meg a doboz ugye, kösz. Nagyon, te ez ennek nagyon örülök. Szia. Csá. Csá. Cső. Csá. Csá. Cső, tesem. Köszönöm. Csáó. Szevasz. Halló. Szia, Tibi, eljöttél, te is itt vagy? Szólj turista, még a soundra... Még a soundra jössz, hogy mi? Dalma. És majszó. Mama. Gyere, Tibi, mi lesz most? Csupa új trükk, amit még nem láthatatok tőlem. Na, van itt 3 lelkes fiatal, akik versenyezni fognak. Tibi, vállalod? Vállalom. Vállalja. Na, ki adja be először? Mi? R-dupla vászpörgetés a trükk. Jó, kőpapír ollózzátok le, hogy ki kezdi. Kőpapír olló, fekete lyuk, nyertem én. Csod, de jogos, másodikat játsszátok le. Szebesi TV first try. Ekkor egy szemét állat vagy? Nem, ez csak első helyes van. Na, elkezdődött a lenden itt a kis szülinapi augusztus 20 és 20... Ha? Ja, semmi. Augusztus 20 és 22-ei összevont, közös szülinap, megjött a tulaj.
Szülinapi trükköt kérek! Most tuti benne lesz. Úgyhogy, ja, na, tök sokan eljöttek, néz a lány, amikor beszélek a kamerával, meg ilyenek. Úgyhogy, ja, nyomogatjuk, úgyhogy nézzétek a videót. Bam. Tomi, jó volt? Oh my god! Az, az állat. A nem! A második szaltót meggondoltam, mégsem akartam belehúzni. Mindig készen állok! Nézzük! A... Hálad vürt. Neked üzenek. Látom, hogy ott van fel, de majd a videóban látod. Még egyszer, így felásod, ahogy felástad. Megjövöllek. Eltört a pontának. Tényleg? Ki ez te? Jó! Na, most kérek a Konyitól a születésnapomra trükköt. Szeretnék a születésnapomra egy Seagrab Superman-t! Szétadom, rommá adom a spanomat. Yes! Oh, oh. Szóval szülinap! Látom, távol távoli trükköt megmutatod? Aha. Na, gyere! Jó. Hú! Szülinapi szaltó, tetya! Nem volt rossz. Kösz. Mi lesz ezután a kis hölgyekkel? Kettő, három, négy. Egyel. Aha. Úristen, beadta a derekát a bró. Op! Jop! Uhu! Oh! Mi van veled? Cső, Jani, kösz, hogy eljöttetek. Sokat minden. Szerepeltem, sokat bicóztam, nem? Hát most itt vagy, most itt szerepel. Nagyon... Bence, te... ez is valami. Vannak amúgy én jó felületek. Én nem éltem, vagy amúgy éltem volna, csak meg kellett volna szokni a de pályát. De kösz amúgy, hogy eljöttetek meg minden, jó, minden. Remélem, hogy összetek magatokat. Gyertek majd Csabára. Köszi, hogy meghívtál. Nincs mit, fiúk. Na? Ciao. Sziasztok, hello. Boom. Azt tudod, milyen szép naplementét kaptam szülinapomra. Na, szóval, nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült ez a nap. Tök király volt, hogy ennyien eljöttek ilyen sok városból. Tök jól sikerült, tehát nagyon jó volt. Keveset kameráztunk, és nem olyan sok bicós felvételünk lett, de viszont nagyon jól éreztük magunkat. Most elmegyünk, egy kicsit megnézzük a győri éjszakai életet. Davaj! Pagdali, blyad! Эскорт вагер, мать пули, сточка отец. Встречайте гостей, вот красну с русскими здесь. Папа, Жак Марсель, ваше, fuck the UK. Все, кто много базарил, гостили два раза быстрее. Эй, 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 Жак Марсель, fuck the UK. Эй, эй, Жак Марсель, папа, fuck the UK. Все, кто много базарил, гостили два раза быстрее. А в дом не хулиганы, валяют в луже соплей. Перебьют дебаны, русские всех сильней. Ты думал, стиль это Англия, но стиль это только пиздец. Летит голову в банду, теперь это кровь и ручей, кровь и ручей. Эй, теперь это кровь и ручей, кровь и ручей. Эй, теперь это кровь и ручей, кровь и ручей. Эй, теперь это кровь и ручей, кровь и ручей.
мусорный бак. Это Тур де Франс, мудак. Рашен хулиган, будь ты тупой поляк. Стони с капюшоном, пизды получит все. И кто тут курва ёбу? Тур де Франс, Рашен хулиган. 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 Сканы виски, большие сиськи, курс евро, заебись. Эсфиф, монетки, крабиты, вот за что я люблю лето. Сканы виски, большие сиськи, курс евро, заебись. Ну, слова, шрацок, можете, брат, там фан? Jó, hát ahogy láttátok, nem volt egy könnyű este, de hát nem minden nap 25 éves az ember, úgyhogy szerintem belefér. Akit egy kicsit bántott az utolsó pár videó felvétel, attól szeretnék elnézést kérni, de úgy gondolom, hogy ezek is mi vagyunk, úgyhogy ez ezzel jár. Ha tetszett a videó és szeretné hasonló videókat látni, iratkozzál fel a csatornámra és lájkold ezt a videót, és hogyha szeretnél bekövetni az Instagram, akkor ide rakom az Instagram elérhetőségemet, és jövő héten találkozunk, srácok. Szevasztok!